Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Tradíció kötelez. Igaz volt ez az 56. Meccsek Rally esetében is. Hazánk legnagyobb hagyományokkal rendelkező futama iránt ezúttal is hatalmas volt az érdeklődés. Az aszfaltos hétvégére a megadott határidőig több mint 200 páros adta le a nevezési szándékát. A teljes magyar mezőny mellett komoly figyelem fordult a Historic EB párosaira is, hiszen az elmúlt időszakhoz hasonlóan a pécsi viadal részét képezte a kontinentális sorozatnak. Az előzetes latolgatások szerint az ORB-ben legalább 5-6 páros esélyes volt a végső győzelemre és a dobogós helyezésekre. A Citroen C3 VRC-vel Bútor Róbert kezdett a legjobban, de a szabályok értelmében az ő eredményét nem kellett figyelembe venni. Az erőtösök között viszont komoly csata zajlott. A pályán elért eredmények alapján az első 3 szakasz után Belencei Ádám állt az élen, de csak néhány tizeddel. Nagyon jók így az első benyomások, nem gondoltam volna, hogy egyből tudunk itt menni, tanuljuk még most is az autót. Egy ilyen 38-40 kilométert teszteltünk, az szinte semmi. De tényleg most itt az utolsó gyorsan is azt mondtam volna, hogy kapunk egy 4-5-öt is sikerült nyerni, ez azt gondolom, hogy nagyon jó. A kocsi sokkal többet tud, nekünk kell majd még felfejlődni oda. A nyitó kör után a Salgó Rallyn is győztes Vince Ferenc Perce Nándor kettős szorosan követte az éllovast, pedig nyugodtnak egyáltalán nem lehetett nevezni a kezdésüket. Első gyorsó majdnem kikéstünk, nagyon rövid volt az etapidő, amit megadtak, úgyhogy ott rohanni kellett nagyon, és épp hogy odaértünk futópercre. Majd a második gyors előtt kicsit elbeszélgettük az időt, ott megint csak futópercre kezdtünk, úgyhogy izgalmasak voltak ezek a rajtok, nem voltunk túl nyugodtak. Majd vezettük a második gyors után még 1 tizeddel a versenyt, most a harmadikon kaptunk 8 tizedet, így 7 tizeddel másodikunk vagyunk, ami amúgy nem olyan sok ennyi kilométer után, úgyhogy hát még messze a vége. Nekünk amúgy ez a második hely se lenne egy nagyon rossz teljesítmény, én azt gondolom. Vezetjük egy pár ponttal a bajnokságot, nekünk ez is jó lenne, de azért még szeretnénk nyerni is. A két Széchenyi rallis mögött ott volt az élmezőnyben Turán Frigyes, a hazai pályán induló Ranga Péter, Klaus Kristóf és László Martin is. A korábbi 4-szeres magyar bajnok Hadik Andrást műszaki hiba hátráltatta, Osváth Pétert pedig egy hamar megszerzett defekt vetette vissza. Defektet szereztem az első gyorson, vagyis csináltam, úgyhogy szerintem egy másfél kilométer után defektesen mentünk, és nem álltunk meg kicserélni, ami jó döntésnek bizonyult. Tehát így is az elsőköz képest nagyon sokat kaptunk. A futóművet is megütöttük így sajnos, úgyhogy második gyorson se tudtunk olyan jót jönni. Harmadikon meg lejöttünk egy nagyjából jót, és most meg ide jöttünk a szervizparkba, most meg pakolunk össze, mert a jelzések szerint olyan vihar jön ide, hogy mondták, hogy mindenki mentse a portékáját. Kovács Antal és Istovics Gergely is gyűjtötte a tapasztalatokat, és a nyitónap első felében a kilométereket is. Az i20-as Hyundai-jal ekkora közvetlen élmezőny mögött álltak. Igazából nagyon jó volt az első két gyorsági. Az első kifejezetten jó időt tudtunk menni, 4 másodpercet kaptunk az elsőtől, ami azért egy nagyon jó, meg nagyon jól is éreztük magunkat. A másodiknak az elejét, a kisvaszornak az nagyon poros volt, azt elolvakoskodtuk, de az sem volt rossz idő. Hát ez a harmadik pálya, ez ilyen autópálya, ezt én tudtam, hogy nem nekem való. De egy összességében azt hiszem, hogy a 8. helyen vagyunk, nem olyan nagy hátrányban az elsőhöz képest, és egyébként elég szorosak a egymás után a helyek. Úgyhogy hát holnap támadunk, ugye egy kicsit lerövidült ez a mai nap. Egyik szemünk sír nyilván a másik nevet, tehát szerintem ahhoz senkinek nem lett volna kedve, hogy hol száraz, hol nedves, itt ezt a gumit cseréld, ott azt a gumit cseréld, meg igazából talán az emberek biztonsága a előrébb való. Úgyhogy akkor most legalább tudunk pihenni, mert nem éjfélkor fogunk lefeküdni,
talán még egy pohár bort is tudunk inni ma este, és akkor holnap megtámadunk. Az URB-ben többen is hadilában álltak a szerencsével. A meccsekben a nem sokkal ezelőtt halott Osváth Péter defektet kapott, a miskolci Németh Gábor pedig ugyancsak a technikával bajlódott. Ideje korán véget ért számunkra ez a verseny, nem számítottunk rá, bevallom. Itt az első másfél kilométeren történt egy apró probléma. Egy felhordásos kanyarban egy gondolattal talán többet húztam a kormányon, és belül volt egy nagy szikla, amit eltaláltunk a jobb első kerékkel, és igazából eltört a kormány összekötőnk, úgyhogy pontosabban csak elhajlott, de nem tudtunk tovább jönni, úgyhogy sajnos ki kellett, hogy álljunk. A sort Olli Sasa folytatta. Neki sem volt sima futása az első körben, sőt, defektet kapott majd, rajtkísléltetés miatt a büntetés sem maradt el. Hát nekünk kaotikus volt, nem volt jó. Az első gyorson ugye a Gabiék neki mentek ennek a szikla a falnak, és akkor leesett egy nagy darab. Ezt mind nagyon csúnyán elkaptuk, mert pont olyan rossz szíven volt, sokan neki mentek, és mi szinte szétrobbantottuk. A jobb eleje teljesen széttörtük a felnék a gumival, megütöttük a hátulját is, ki tudtuk cserélni, akkor nagyon sok idő volt, futómű elment, hát ilyen szörnyű volt ez nekünk ez a mai nap. Pedig nagyon szeretem ezeket a gyorsokat, úgyhogy most ez törlik, hát megnézzük, hogy holnap hogy lesz tovább. A pehes versenyző sora azonban ezzel még nem ért véget. A korábbi ORC bajnok Gyarmati Ariel sem lehetett elégedett azzal, ami az első három gyorsaságin velük történt. A fontos azonban az volt, hogy be tudtak érni a szervizparkba. Nagyon vártuk a meccsekre, hogy 21 idejében ez az első verseny számunkra. Végre elkészült az autó, úgyhogy nagyon vártuk tényleg, hogy ki tudjuk próbálni és újra versenyezni tudjunk. Gyakorlatilag ugye egy körön három gyorsági szakaszon vagyunk túl, borzalmasan melegbe kezdtünk. Nagyon szűkös a tapidőket adtak, úgyhogy egy rohanás volt az egész eddig. Ráadásul az első gyorsági szakasznak az elején egy bal hátsó defektet kaptunk, úgyhogy felnél jöttünk le a Árpád-tetőn. Nagyon sokat, két percet bespájzoltunk emiatt. Kicseréltük ugye a kereket a gyorsasági után. Nagyon gyorsan igaz, kellett mennünk, az odaérjünk a kettes gyorsaságira, tehát nagyon-nagyon szűk etapidők vannak megadva. A kettes gyorsaságin ott a fék elment, valamint a futóművön kellett állítani, mert eléggé össze-vissza pattogtunk az úton. Hát az megint nem sikerült jól. A hármas gyorsaságin ott már nem nagyon volt gond, ott igazából annyi volt, hogy nem mertem olyan bátran menni, mint ami kellett volna. Nem nagyon tudtam, hogy fék lesz, nem lesz, illetve az autó hogy viselkedik a nagyon nagyobb tempós kanyarokban, de egész jónak tűnt, úgyhogy úgy gondolom, hogy a holnapi napra jó lesz. A folytatással kapcsolatban bizakodó volt Pap Arnold is. A PSA csapata kimondottan kedveli a meccsek rallit, ezért ebben az évben is népes kontingensen látogattak el a déli ország részbe. Nagyon szeretünk mindig a meccsek rallira jönni, általában jó eredményekkel is szoktak itt a versenyzőink végezni. Ugye 9 autóval érkeztünk ide Baranya megyébe, ebből 6-ot szerelünk. Egyelőre minden autónk eljutott a parkferméig. Úgy tűnik, hogy a második kör el fog maradni, mert ugye egy elég erős vihar közeledik itt a térségre. Egyelőre a Peugeot kupában 3-ok vagyunk, noha egy-két bakit ejtett Bertalacci. Ugye volt egy megforgása is, amit mondott nekem telefonba, de egyelőre itt vagyunk és örülünk neki. Hisztorikban a szombathelyi petélyek a kategóriában 2. helyen vannak, ezen kívül pedig a többiek ugye még mennek. Egy kiesőnk sajnos már van a csapatba, hát ők sajnos mennek haza a mai nap folyamán. A P12-es kategóriában is csupán az 5. helyen állt Kállai Tamás és Szilasi Arnold. A navigátor a miértre is hamar megadta a választ. Az okokat természetesen a technikában kell keresni. Azt kell mondjam neked, mi örülünk, hogy itt félbeszakadt a verseny a vihar miatt, mert melegedett az autó az első gyorson, már az első rajtból alig bírtunk eljönni, a célból, beírókból meg alig bírtunk kijönni, le is állt az autó, és valahogy a második-harmadik szakaszra összekapta magát, talán még a legutóbbi üzemanyagellátási rendszer tisztulhatott ki, vagy fogalmam sincs, a melegedés nagyjából megszűnt, próbáltunk jót jönni, ami beárnyékolta, hogy néha elment a hangosításunk, a néha az sűrűn, és szegény Tomi nem hallotta, hogy merre kéne menni, így néha csak elvette a gázt, mikor már féket kellett volna nyomnunk, de megoldottuk, lehoztuk, örülünk, hogy itt vagyunk. A magyarok szereplését illetően bizakodóak lehettünk a Historic EB futam kapcsán is. A jó eredmény lehetősége benne volt több egységben is.
Egyértelműen ebbe a körbe tartozott ifjabb Érdi Tibor, aki Kerék Istvánnal az oldalán három szakaszt követően szűk 10 másodperccel vezette a historik értékelését. 4-5 kilométerrel a rajt után Lapison eltört a féltengelyünk, és úgy mentünk másfél gyorsaságit, és a komolyi szervizbe tudta csak a csapat kicserélni a féltengelyt. Nem egészen így terveztük, de ennek ellenére vezetjük a versenyt. Méghozzá egy olasz és egy osztrák egységet előztek meg ekkor ifjabb Értiék. A dobogósok mögött nagyjából fél perc hátránnyal pedig érkezett Wirtmann Ferenc és Kerekes József is, akik igyekeztek megnehezíteni az élen álló dolgát. Hát eddig minden rendben van, ez a hőség már szinte kibírhatatlan. De próbáljuk, beosztjuk az erőnket, az autót, mindent, hogy reméljük, hogy rendben leszünk. Nagyon jó ki van gumiszta, Markó Tibi úgy néz ki, nagyon jó versenyt csinált. Ezt lehet, hogy tanítani kéne a többi rendezőnek. Úgyhogy a pályák tiszták, egy-két helyen van egy kis felhordás, de szerintem még a pályabejáráson szórták be. Abszolútban folyamatosan a top 10-en kívül autózott Kalapács Zsolt és Mohácsi László. A kategóriában viszont bizakodóak lehettek, hiszen az első kör után a dobogó harmadik fokát foglalták el a D3-as géposztályban. Nagyon élveztük magát a pályákat, nagyon jó pályákat találtak idén. Jókat is mentünk szerintem, sokat nevettünk menet közben, mert hát mindenféle élvezetes dolgokat csináltunk. Jó volt, jól éreztük magunkat, ez is volt a cél, hogy úgy menjünk, hogy jól érezzük magunkat. Hát most majd egy kicsit majd azért próbálunk erősíteni, hogy úgytől érjük a többieket. Az autó az rendben van, ő bírja, hát nekünk azért ez így kemény, nagyon meleg van bent. Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Historik EB viadala a folytatásban is ifjabb Érdi Tiborról szólt. A magyar kiválóság fokozatosan növelte az előnyét, egymás után nyerte a gyorsaságikat, végül 1 perc 20 másodperces előnnyel végzett a hazai futamérén. A nap közepén volt egy féltengelytörésünk, és ott kaptunk tőle 16-ot, de itt az utolsó körbe kapott 1 percet a három gyorson. Azt lenyomtuk, és igazából mentünk a saját tempónkba, és élveztük azt, hogy az autó jó, és azt, hogy a Laki előtt 1 perc 20-szal tudunk nyerni, ez megható. Az olasz Laki és Pons Fabrizia lett az abszolút második, a dobogó harmadik fokára pedig az osztrák Wagner Karl Zauner Gerda kettős gördülhetett fel. Az első napi eredményekhez képest nem tudott javítani Wirtmann Ferenc. A tapasztalt historikus pilóta így végül negyedikként fejezte be az 56. Meccsek rallit. Nagyon nagy volt a hőség, tehát mindenkit kiszipolyozott. Tehát itt a fiatalokat kellett ápolnom, locsolnom, nem bírták. Úgyhogy volt dolgom tegnap. A mai nap az minden rendben volt. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó verseny volt. Itt nem volt hiba benne. Kár volt ezért a szupercelláért, vagy mi volt ez. Teljesen elégedett vagyok. Kalapács Zsolt is nagy lendülettel jött előre, fokozatosan zárkózott fel. Az abszolút értékelésben végül a 12. lett, a kategóriáját tekintve pedig bronzérmesként zárta az 56. Meccsek rallit. Hát nagyon messziről indultunk, mert azért ami vizes volt a pálya, meg vízbe mentünk, az nekem nem ment annyira. Aztán ahogy kezdett száradni, egyre jobb időket tudtunk menni, és a végére azért csak megtaláltam a gázpedált, és szerintem úgy nagyjából olyanokat, mint amit régen tudtam menni, most tudtunk jönni, és most boldogság van így. Hát egész végig a váltóval küzdöttünk, mert a hármas sebességet nem mindig akarta bevenni. Végig jöttünk vele, majd megcsináljuk. Jött az a régi érzés a tavalyi nagy esés után azért úgy, hát nem voltam annyira biztos magamban, most volt az első, hogy azt éreztem, hogy igen, ez tudjuk az autóval, amit tudunk, és lehet menni. A historik után térjünk át az ORB-re. Vince Ferenc és Turán Frigyes külön csatát vívott az első helyért, amelyben a 2019-es abszolút bajnok rendre egy lépéssel előrébb járt. Végül bő 15 másodperces különbség alakult ki. Vince tehát egymás után két futamot is megnyert,
A Salgó-rali után a mecsekben is a legjobbnak bizonyult. Pécsett ráadásul először ünnepelhetett abszolút győzelmet. Verseny közben néha volt egy kis teher is, szerintem az látszott, mert egy nagyon nehéz verseny. Én szerintem az idei év legnehezebb versenye volt, ugye az időjárás az nagyon-nagyon különböző volt, néhol esett, néhol nem. Többnyire végig szliggumival mentünk, volt, hogy leszakadt az eső a fényes aszfalton, borzasztó nehéz volt menni. Szerencsére jó megoldottuk, kiegyensúlyozottak voltunk, jöttek a jó eredmények. Végre begyűjtöttük ezt a skalpot, hogy egy mecsekrallit is tudtunk nyerni, ez még sosem sikerült, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Turán Frigyes ezúttal is abszolút versenyképesnek bizonyult. Úgy néz ki, hogy a Volkswagennel folyamatosan ott tudnak lenni az élmezőnyben, ami még a szezon végén kifizetődhet. Én azt gondolom, hogy nagyon jó csatát írtunk Ferivel, ugyanazt folytattuk, amit Salgóban abba hagytunk, és örülök, hogy semmiféle műszaki gondunk nem volt. Én azt gondolom, hogy mi csapatunk talán most már nekem biztos, hogy a legjobb, de azt gondolom, hogy egy profi autót kaptunk megint. Fizikálisan is nagyon sokat edzünk. Én úgy érzem, hogy a tempónk is rendben van, az autónk is jó. Én nem érzem azt, hogy nem vagyok motivált minden egyes kanyarba. Maximumot akarok nyújtani, és egyébként én eddig is fogom ezt csinálni, még amíg ez így van, és élvezem. Úgyhogy mit tudunk csinálni ellenük? Nyomni kell a gázt, semmit. A dobogó harmadik fokán ezen a hétvégén Klaus Kristóf és Papp Tamás zárt, méghozzá meggyőző különbséggel. A győztestől ugyan jó fél perccel lassabbak voltak, viszont a negyedikként zárt párost szűk egyperces különbséggel utasították maguk mögé. Elég vegyes volt, azt gondolom, hogy volt eső, volt gumitaktika, volt monszun, és tényleg nyilván a tegnapi félbeszakítás az érthető okokból kicsit csonkította a verseny, de azt gondolom, hogy tudtunk alkalmazkodni a körülményekhez. Mai napon is, amilyen pálya ott maradt nekünk, azt gondolom, hogy jól lehoztuk. Igazából minél koszosabb, sarasabb, illetve keskenyebb a pálya, valahogy annál jobban tudunk alkalmazkodni hozzá. Ranga Péter számára pécsi versenyzőként különleges volt a hétvége. A székesfehérvári futamgyőztes hazai körülmények között nyilván szeretett volna bizonyítani, ami ezúttal egy abszolút negyedik helyezéssel realizálódott. Igen, hát tegnap egy új fejlesztésű gumit próbáltunk, amit én nem tudtam megszokni ez a párgyors alatt. Nem tudtam olyan pontosan menni vele, ahogy szerettem volna. Ma fölraktuk reggel a kemény szlikkeket, várva arra, hogy kisüt a nap és kiszáradnak a gyorsok, de hát nem így lett, úgyhogy az elég veszélyes volt. Volt pár olyan kalandunk, hogy vége lehetett volna a versenyünknek. És az utolsó körbe pedig eltört a féltengelyünk, úgy jöttünk át másfél gyorsan, úgyhogy nagyjából ez megpecsételte az egész hétvégét. A negyedik helyhez képest azt mondom, nem rossz, de összességében meg időeredményeket tekintve többet vártam ettől a hétvégétől. Az ORB értékelésében a pódiumra állhatott Tóth Tibor és Szabó József. A páros esetében most már húzamosabb ideje megfigyelhető, hogy ezt a szintet folyamatosan tudja hozni. Hát úgy gondolom, nagyon sokat fejlődtünk, mind pályafelírásban, mind a pontosságban, ami Ádámnak köszönhető. Úgy gondolom, hogy sok dolgot itt át is beszéltünk közösen, mentünk a pályákon végig, és ez úgy látszik, hogy ez kifizetődik, de még mindig van, amit jobban kéne vállalnom, úgy gondolom, de előbb-utóbb összeáll. Osváth Péter végül felzárkózott, egészen a hatodik helyig. A pécsi hétvége során akkor állt a legelőkelőbb pozícióban, amikor leintették a futamot. Valahogy így kellett csinálni. Most itt azért a végén van valami kis keveredés, balesetek véget, meg ki állt, meg ki nem, hogy hogyan van most ez, nem tudjuk. Most azt mondták, hogy jöjjünk ide, mert mi vagyunk az ötödikek. Mi ennek nagyon örülünk, főleg úgy, hogy volt egy defektünk, és ugye az első nap nagyon sokat kaptunk. De a mai nap azt gondolom, hogy elég jól versenyképesek voltunk, és mindettől függetlenül jöttünk a mezőnyre, és tudtunk autózni ebbe az első ötbe, és nekem ez teljesen pozitív. Az ORC értékelésében a Citroen C3-as VRC-vel Bútor Róbert végzett az élen, megelőzve Bacsa Tamást, valamint a harmadikként zárt Matics Mihályt. A korábbi ORC bajnok Gyarmati Ariel nagyot hajrázott, ami a negyedik helyhez volt elegendő. Az első kör az ott nagyon-nagyon szenvedős volt. Ugye a tegnapi defekt miatt ugye az abszolút értékelésben nagyon hátra csúsztunk. De hát ilyenkor az a megszokás, hogy a másnapi rajtlistában ugye nagyjából a helyedre visszatesznek. Hát ez annyira sikerült most, hogy 53-ként rajtoltunk el a mai nap.
Hát el lehet képzelni, még olyan versenyzők, vagy olyan párosok is előttünk voltak, akik szuperraliztak, tehát érthetetlen módon oda hátra raktak minket. Ennek köszönhetően ugye a kategória és vetélytársak sokkal előrébb mentek, mint mi. Úgyhogy hát volt olyan is, hogy ők száraz körülmények között mentek, mi meg a szakadó esőbe. Hát ez nem segítette a helyzetünket, úgyhogy gyakorlatilag talán azt mondhatom, hogy az utolsó kör volt az, ahol már úgy tudtunk menni, közel úgy tudtunk menni, ahogy szoktunk vagy szerettünk volna. Németh Gábor a defekt és a kormány összekötő elhajlás után mégis folytatni tudta. Az 56. Meccsek Rally második napját egy jó tesztként fogta fel, hiszen a versenykilométerekre mindig, minden körülmények között szükség van. Visszaálltuk ugye Super Rallyba a tegnapi hibánk után. Bízunk benne, hogy sikerült az autót rendben megcsinálni. Sajnos az első szakaszon egy szervó probléma jött elő, ami az első körön végig kísért minket, úgyhogy ez nem volt túl jó. Második körre ugyanúgy megoldották a problémát, szeretünk volna a Power Stage-re rákészülni. Úgy gondolom, hogy a taktikánk jó lett volna, minden adott lett volna, csak sajnos az utolsó szakaszon hozzáértem egy lassítóhoz, és így végül is az egy pontoskánk is mínuszolandó, úgyhogy úgyhogy ez most nem a mi hétvégénk volt, abszolút. A Peugeot kupában is nagy harc zajlott Pécsett. A győzelemnek végül Németh Péter örülhetett, aki 15,5 másodperces különbséggel győzött. Bertalan Márton a dobogó harmadik fokára kapaszkodott fel, közéjük ékelődött be Berta László. Érdekesség, hogy az éllovasok között a különbség közel egyforma volt. Megint másodiknak idén harmadjára, hát ilyen a mi formánk. Sokat hibázunk az elején, aztán a körülmények úgy játszanak össze ellenünk mindig, ahogy nem kellene. Nálunk kezd el esni az eső, meg ilyenek. Elfáradtunk, siettünk. A végét azért próbáltuk úgy összerakni, hogy hát a Marcit meg tudjuk fogni, aztán sikerült, ennek örülünk. Az utolsó 2-3 gyorsan egész jó leszaladtunk. A Power Stage-et nagyon megszerettük volna nyerni. Az egy ilyen titkos izé volt ebben a dologban, hogy hát veszik a vezetést a Peugeot kupába is. Hála Istennek sikerült, úgy voltunk, ha hasonló időt jövünk, mint tavaly, amit jöttünk ezen a gyorsan másodjára, akkor meg lehet. Úgyhogy egy 8 tizeddel mentünk jobbat, mint tavaly itt, úgyhogy egész jó idővel meg is lett így a Power első hely kategóriában, meg a kupában is. Ez volt idén a Meccsek Rally, már az 56. a sorban. A magyar rally szezon július közepén Egerben folytatódik, ahol Rally 2-es és Rally 3-as futamot rendeznek. Az ORB mezőnye legközelebb augusztus elején Murván az ugyancsak tradicionális Veszprém rallin találkozik egymással.